1957-től folyamatosan rendezett kiállításokat Lantos Ferenc kossuth-díjas festőművésznek a Janos Pannonius Múzeum. 50 évvel ezelőtt 1971-ben egy zárt körű bemutatót is tartottak a grafikus művészetpedagógus számára. Azért volt zárt körű, mert Lantos 70-ben részt vett a Balaton-Bogári kápolna tárlaton, amit a hatóságok betiltottak, és hát egyébként is az életművét és ezt a típusú művészetet, ugye az absztrakt geometriát, ami az ő alkotásaira jellemző, folyamatosan támadások érték 89 előtt, tehát minden művészi gesztus a Lantos Ferencnek egyúttal politikai gesztus is volt az időben. Ez a kiállítás, hogy miért pont itt, az nagyon lényeges, mert hogy a Modern Magyar Képtár állandó kiállítása a magyar képzőművészetet remek művekkel mutatja be, és ez a kontextus, ahol egy időszaki kiállítás erejéig Lantos Ferenc művei is megjelennek, mint egy rangot adva az életműnek. Ez a kiállítótér. A kiállítás anyaga részben a Janos Pannonius Múzeum gyűjteménye, részben Pécs városa ajándékozta és magángyűjtők kölcsönözték a múzeum részére. Ezt a kiállítást másként is lehetett volna kirakni, de egyrészt itt remek művek találhatók, másrészt megpróbálták az életműnek egy széles spektrumát, nagyon sok technikai és formai törekvéseit bemutatni. Több mint 150 mű van ezen a kiállításon, és egyrészt mondom, hihetetlen formagazdagság, ötletgazdagság jellemezte az ő életművét, ugyanakkor pedig nagyon sok alkotási technika, módszer jelenik itt meg, tehát vannak faroslemez munkák, vannak zománc képek, vannak grafikák, vászon és akril képek, úgyhogy egy gazdag kiállítást láthat mindenki. Nem csak egy művészi életműről van szó, hanem Lantos művészetpedagógiai munkássága is nagyon jelentős. Számos tanítványa volt. Apagyi Máriával kidolgoztak egy ilyen integratív művészetpedagógiai módszert, amiben hát nagyon fontos elem, hogy a társművészetek is megjelennek, tehát a képzőművészet és a zene kapcsolata Lantos festményein a 70-es évektől láthatók, ezek az analógiák, illetve címekben, képcímekben is megjelennek, a hangzások, az interferenciák, ezek mind-mind a zenére utalnak, valamiképpen a zenei struktúrák képi leképezése, ahogy Apagyi Máriánál az improvizáció egy fontos eleme a zongoratanításnak, itt a formavariációk, a geometrikus elemeknek a variabilitása, ami Lantos életműben nagyon fontos, ezek egymással párhuzamosan futó dolgok voltak, és hát Lantos személye, mondom, hatalmas hatást gyakorolt itt a városra. Az absztrakt művészet lényege a formavariáció. A körök, négyzetek, elemi formák permutációi átfordításai jelennek meg ebben a művészetben. Valahogy azt csugalja mindez, hogy addig, amíg egy naturalista jellegű képnek van egy valóságos modellje, és a kép befejezettségét a modellhoz való közelség jelzi, addig egy absztrakt képnek belső normái vannak, ahol mindig csak egyensúlyi állapotok lehetségesek, de ugyanakkor folytatható ez a kép. Egyszerre befejezett, mert egy összeáll egy konstellációban a motívumok, kompozíció és a színek, de ugyanakkor befejezetlen, hiszen számos variációval folytatható egy-egy alkotás. Ez az, ahol a Lantosféle pedagógia elhelyezkedik. Lantos korai időszakában természethű tájképek is megjelennek az 50-es évek végén és a 60-as évek elején. A térbeli formák a síkba terülnek ki konstruktív kompozíciókat létrehozva, ezek a képek elvonatkoztatások. A tárat 2022. októberig megtekinthető Pécsen a Papnövelde utcai Modern Magyar Képtárban. A kiállításhoz sok program, beszélgetések, előadások, zene is kapcsolódik majd.